Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A kérdés az az volt, hogy beszéljünk olyanról, hogy hematológia és sürgősség. Hát ilyet persze nem találtam sehol, és ez az első mondani valóm, hogy nincs ilyen, hogy hematológiai sürgősségi állapotok. Ezért összeszedtem pár olyan témát, amit úgy gondolom, hogy olyanokat érdekelhet, akik vagy sürgősségi helyzetben találkoznak, vagy gyerekosztályon előfordulhat, hogy sürgős hematológiai problémák, vagy esetleg aneszteziológusok is úgy találkoznak a mi betegeinkkel, és ezeken a témákon fogunk végigmenni szép sorban. Az első és leggyakoribb dolog, ami az embernek eszébe jut hematológiai betegekkel kapcsolatban, az a neutropénia. Ugye két nagy csoportra tudjuk őket osztani, és mind a kettőt egy esettel szeretném bemutatni, vagy legalábbis illusztrálni először. Van egy olyan beteg, adva van egy olyan beteg, aki 12 éves, és egy a PNH-s paroxizmális nokturnális hemoglobinúria, ezt nem, direkt nem írtam ki, ez egy olyan három sejtsoros citopénia, hogy az az alapbetegsége, hogy nincs neki, a csontvelő nem működik. Tehát már a transzplantációra érkezésekor egy hosszú neutropéniát tud maga után. Ezek után elkezdtük a transzplantációt, ami még plusz kemoterápiát jelent, nyilvánvalóan további immunfunkció romlás következik, és akkor a kondicionálás utáni plusz első napon látunk egy típusos vérképet, amiből hát a hemoglobin és a trombocita is be kell vallani, hogy szubstituált, tehát ezek nem saját képzések. De egyértelmű, hogy neutropéniás. És akkor figyeljük a gyereket, és este egyszer csak belázasodik. Mit teszünk ilyenkor? Vitális paraméterek, vérgáz, astrup, hemokultúra le van véve, és akkor egy órán belül nálunk az a szabály az osztályon, mint a legtöbb protokollban, hogy egy órán belül elindul az antibiotikum. Az obszervációs paraméterek itt látszanak ennél az esetnél, ami hát mondjuk a 140-es pulzus esetleg egy kis distressz jelent már neki, de 12 évesen ez nem vészes, és hát egyéb folyadék hiányra vagy súlyos szeptikus állapotra utaló jel nincsen benne. Ami antibiotikumot választhatunk, az ebből az öt közül kerül ki. Ez nagyon szigorú irányelvvel szabályozott, azért, mert ezek a kórokozók azok, amikre leginkább védeni kell. Ez a gyerek meropenemet kapott. És akkor egy órával az antibiotikum beadása után lett rosszul, és itt már ezeket a vitális paramétereket mértük, és ezt meg is élte, és akkor volt egy ügyeleti hívás, amire hát ilyenkor rátetettük az oxigént, kapott egy folyadékbólust, és kiegészítettük az antimikrobás kezelését. Mivel egészítjük ki az antimikrobás kezelést? Egyrészt a kezdeti öt gyógyszer, ami főleg a pseudomonászok ellen hat mellett, muszáj vagyunk glikopeptidet adni, főleg akkor, hogyha itt felsorolt tényezők fennállnak, vagy mukozitis, vagy pneumónia, vagy kanülinfekció létezhet, de önmagában a hipotónia is indikációja a glikopeptid adásának egy ilyen neutropéniás betegnél. Aminoglikozidot akkor adunk, hogyha rezisztens gram-negatív infekcióra van gyanunk. Erre most nem térek ki, mert nem ide tartozik, de ugye ezek a surveillance tenyésztésekből esetleg kiderülnek, hogy valakinek a székletébe, vizeletében egy eleve rezisztens kórokozó van. Metronidazol pedig csak hasi kórképek esetén indokolt. A infektológián ismerős ez a step-down eszkaláció-deeszkaláció problematika, ezt nem tudom, ismeritek-e. Ez azt jelenti, hogy a nagy betegre nagy ágyúval lövünk, és aztán amikor kiderül, hogy nincs nagy baja, akkor visszavesszük a készültséget. A kis betegre, tehát aki nincs olyan nagyon rosszul, ott pedig kis gyógyszerrel kezdjük, és esetleg bővítjük ki. Hát nálunk a transzplantáció neutropéniás beteg az biztos, hogy a deeszkaláció kategóriába tartozik, tehát először egy nagy gyógyszerrel, úgyhogy itt nyilvánvalóan kiegészítettük glikopeptiddel. Na most, ha egy pillanatra megállunk, hogy miért lett rosszul egy órával azután a gyerek, hogy megkapta az antibiotikumot, ez az, amit persze sosem tudunk meg biztosan, de maga a szepszis is lehet, hogy akkor okozta azt a keringési redistribúciós zavart, amit szokott okozni, de nem ritkán látjuk, hogy a kórokozó érzékeny az adott antibiotikumra, és a óriási sejtszétesés is okoz egy olyan citokinvihart, ami ilyen állapotromlást okoz. Szerencsére aztán ez a kombinált kezelés, meg a szupportív kezelés mellett gyógyult, és egy sima kóli tenyészet ki a hemokultúriájából, ami hát az adott profilaktikus szerre persze rezisztens volt, de utána nem okozott súlyos állapotot. Most amit viszont tanultunk ebből, és sok más esetből, az az, hogy feltétlenül kell megvárni a 38.3. És
És így is van a neutropéniás irányelv, és ez az egyik üzenetem, nem biztos, hogy csak a neutropéniásoknak, hogy a szepszis az nem egyenlő láz, vagy nem biztos, hogy akkor van valakinek szepszise, ha láza van. Egyrészt valamennyi szepszis az hipotermiásan is történik, az irodalom szerint, ezt mondjuk azért nagyon gyakran mi sem látjuk, de abban egész biztos vagyok, és nagyon sokszor látjuk, hogy már a hőemelkedésnél elkezdődik. Ugye az hogy a hemokultúrát felszálló ágban, meg mikor vegyük, ezek inkább ilyen urban legendek, ezek nincsenek bizonyítva. A lényeg, hogy figyeljük szorosan a beteget, és egyébként az is írva van, hogyha egy órán belül nem megy le a... Tehát úgy van a láz definíció, hogy 38.0, de hogyha 37.5 fölött van, vagy egy órán keresztül folyamatosan, vagy pedig fölmegy, és másodszor is, tehát visszamegy 37.5 alá, de megint 37.5 fölé megy, az is megfelel a láznak neutropéniás állapotban. De most mindegy, az a lényeg, csak azt akarom ebből mondani, hogy hamarabb is lehet cselekedni, mint a láz megjelenése. Most nézzétek meg, hogy mekkora különbség van a kettő között, mire megvártuk ez 6 óra, ha jól számolom. Azért, hogyha most azt mondjuk, hogy egyébként Golden Hour, meg Platina 10 perc, meg ilyenekről beszélünk, és akkor elmegy rögtön 6 óra ott, hogy mi, egy definícióm, hogy mit tekintünk láznak, vagy nem tekintünk láznak. Úgyhogy például az osztályunkon most már ilyen hőemelkedés bajnokság van, ez azt jelenti, hogy ki az, aki hány órával a láz előtt állítja, az nyer, aki x órával a láz előtt be tudja állítani úgy megfelelő gyógyszerre a beteget, hogy aztán az tényleg szepszis legyen, tehát ki kell nőnie egy kórokozónak utána abból a hemokultúrából, tehát a hőemelkedéses hemokultúrában. Sajnos most a Kassa Csaba legyőzött engem, valamennyiben mázlia volt. Szóval hőemelkedés, jó? Ez az egyik üzenet. Itt csak az up-to-date-nek egy ránk vonatkozó irányelvet csak ezt emelném ki, hogy a 60 perc alatt mindennek meg kell történnie, és ennek majd később még lesz szerepe is. Ja igen, itt. Mi az, amit nem írnak a tankönyvek a neutropéniás lázról? Az, hogy ez nem mindig csak úgy történik, ahogy most szépen elmondtam, hogy nullás a fehérvérsejt és transzplantálva van a beteg, hanem van, amikor olyan neutropéniája van, amit ez funkcionálisnak hívunk, de ezt soha nem írnám le egy tankönyvbe, mert egy szleng. Az egyik az, amikor a gyereknek tökéletes vérképe van, csak én tudom, hogy neutropéniás lesz, mert most adtam be neki a mielablatív kemoterápiát, de az nem azt jelenti, hogy most rögtön a vérképet megöli, majd lesz később kicsit a vérkép összetevőiről szó, de én már tudom, hogy neutropériás, csak a vérkép nem, hiszen a csontvelőt már megöltük, és akkor majd a sejtek el fognak pusztulni, de épp most a vérképben még szépeket mérünk. Ez neutropériás. A másik példa, amikor beérkezik a tűzoltóba, mármint nem a, tehát hogy a tűzoltó utcai gyerekklinikába, beérkezik a friss leukémiás, akinek 100 000 fehérvérsejtje van, annak lehet, hogy 10 000 a neutrofilje, vagy 5 000, és tök jó, egyébként a vérképe jó, csak a fehérvérsejt 100 000, és rájönnek belőle, hogy leukémiás. Az is neutropéniás. Azért neutropéniás, mert ahol 100 000 sejtnyüzsög, akik blasztok és őrültek, és a citokénjeik azok össze-vissza kommunikálnak, abban a közegben a neutrofil sejtek meg vannak folytva, és ők nem fognak úgy reagálni, meg a T-sejtek nem tudják irányítani őket, tehát túl nagy a zaj. És ők, ezek is neutropéniások, ezek a betegek. És a harmadik csoport majd egy villanás lesz róluk, hogy a T-sejthiányos állapotoknak is hasonló infekciók vannak, mert a T-sejtek az irányítók, ugye. Na most a következő téma, és itt ez már nekünk is, meg nektek is, hogyha mentőről beszélünk, akkor izgalmas lehet, hogy mi van akkor, amikor a neutropéniás láz otthon van. Mert azt nem lehet, hogy az ellátórendszer nem bírná, meg talán nem is helyes, hogy minden neutropéniás beteg az mi végig kórházban van. Tehát óhatatlanul hazaadjuk őket. Kemoterápia, hazaadjuk. Sokkal jobb helyen vannak amúgy a multirezisztens kórokozók miatt. Na ilyenkor mit tegyenek? Hát ki vannak arra képezve, hogy egy órán, ők tudják, hogy egy órán belül valahogy gyógyszerhez kell jutniuk. Most aki Érdel lakik, meg Dunakeszin, az egyértelmű, hogy akkor még a kórházunkban jön. Na de hát ott van Tornyos Németi, meg Szombathely, meg ezek. Ilyenkor általában meg szoktunk egyezni egy területi kórházzal, egy vidéki kórházzal, hogy több kórházzal van már ilyen együttműködésünk, és javasoljuk a többi hematológiai centrumnak is ezt,
hogy oda be tud menni a beteg, és akkor azok annyit csinálnak, hogy ezt az első egy órás protokollt, hogy leveszik a hemokultúrát, beadják az első meronemet, és mentővel tovább küldik. Nyilván a mentő, és akár mentőn is találkozhattok, hogy ezzel a szárítással, de akkor ott nyilvánvaló, hogyha nagyon rosszul van, akkor nem fog elindulni, tehát van egy stabilizálás, vagy sok tanítás, ha úgy érkezik a beteg, de általában nem, és hogyha időben tényleg az egy órán belül megkapja a beteg az antibiotikumot, akkor nem lesz baja, és stabilan szállítható. Szemben azzal, amikor a szülő nem viszi be, majd csak holnap reggel, akkor eltelt 12 óra, ott még hazaküldik egyszer, és akkor utána meg kap egy zinacefet, vagy szájon át valamit, meg mindig hazaküldik, vagy observálják egy éjszakát a vidéki kórházban, ekkor így már meghaltak. Sajnos mindannyiunknak a praxisában vannak ilyen betegek. Szóval most nem tudom, például ez egy érdekes beszélgetési téma lehet, hogy a mentőhol szólhat ebbe bele, hogy lehet-e a mentőnek feladata egy ilyenben, akár antibiotikum indítás, amikor ő azt látja, hogy ez mondjuk nem történt meg a vidéki kórházban, de neutropéniás beteg, egy órán belül vagyunk, vagy már ki is csúsztunk belőle, adhat-e egy két órás szállítás előtt, mondjuk meronemet, nincs a mentőn, gondolom, antibiotikum, nem? Az is már egy nagy dolog, hogy... Az nem jó. Aha. Hát igen, le fog járni. Igen. Sajnos ezt értem, ez mindig így van, hogy amire ez sorra kerül, addig le fog járni, igen, és drága is. De a világ az arra megy, ez az utolsó sor, hogy otthoni kezelés is, tehát a szülőknek a kezébe nyomni, mert a szülő az a legmegbízhatóbb quality managerünk, és ő az, aki biztos, hogy motivált abban, hogy a megfelelő kezelést adja. És ez a pakidrag azt jelenti, hogy mindig ott van az anyuci ritikűjében, és akkor, amikor ez történik, akkor beadja, és csak utána mondjuk egy tavanik, tehát egy fluorokinonon nem tud meronemet adni, de van olyan, ami azért úgy, mondjuk ezt azt a fluororezisztens kólit nem ölte volna meg, de ha nem kap előtte fluorokinont, akkor az egy sima kóli lett volna, és akkor azzal sajnos nagyon sok olyan beteg hal meg, aki úgy érkezik be, hogy aztán rezisztens, nem, szóval hogy mindenre érzékeny kórokozó volt, csak későn érkezik. Azt kell valahogy kiszűrnünk. No, ez volt a szörnyű része a neutropéniának, a másik meg pont a fordítottja, és ezt ugyanúgy hát valahogy mindig próbáljuk átverni, de nem mindig sikerül. Nézzünk egy ilyen beteget, aki 12 hónaposan egy sérvműtétre megy be, és teljesen véletlenül veszik észre, hogy neutropéniás. Na, ilyenkor bezzeg megy az alarm, és akkor azt mondja már az anesteziológus nem hajlandó megműteni, mert 0,3 és meghal fertőzésbe, de különben is nem gyógyulnak a sebek, meg nem tudom, hogy mindesetre le van furva a műtét, és onnantól ráborul az egészségügy, és granulocita stimulálót adnak, nem engedik közösségbe, hetente kontrollálgatják, hogyha egy lázas takonnyal bekerül a kórházba, akkor, és veszekszem a Heinpál kórházzal is, meg a tűzoltóval is, akkor tazocint adnak nekik, az ilyen betegeknek. És ez a konkrét eset, ez a szülőnek elegeredben átment egy másik intézetben, még mindig nem hozzánk egyébként, és megint megcsontverőzték, megint eltérésnek itt, meg kicsit jobban megnyugtatták, de azt mondták, hogy állandóan kell járni vérképkontrollra. Genetikát néztek, nem találtak semmit, neutrofil ellenes antitestet néztek, tehát a neutropénia bőrkapot végignyomták rajta. És akkor közben erről az az intézet sem, meg az előző sem tudott, hogy volt egy-két légúti takony, amiért valami vidéki kórházban csináltak vérképeket, ott tökéletes volt a vérképük. Aztán amikor megint visszakerült a hematológiai intézetből, ott megint szépen produkálta a 0,4-et, tehát rajta maradt a neutropéniás protokollon, és akkor eltelt egy év, akkor lett neki ilyen neutrofilje, és akkor így szabadult föl meg ez a gyereket az egészségügytől. Ugye... Akkor kérdés, hogy mi itt pontosan a diagnózis, és mire van szükség, milyen vizsgálatokra, miért kell ennyi intervenció egy ilyen gyereknek, amikor neki ez a baja, hogy benignus kisdedkori neutropénia, és ez a neutropéniásoknak a több mint 50%-a, és minden gyerekosztályon lehet találni ilyet, meg gyerekintenzív osztályon is, tele van velük. Ez minden irányelv szerint teljes nyugalomra int, és semmiféle intervencióra, csak az anamnézis, a fizikális vizsgálat, alaplaborok, után csontvelő vizsgálat sem szükséges, mert azok a betegségek, akik igazán súlyosak, azok megmutatják magukat az anamnézissel például. Tehát egy kongenitális neutropénia az nem megy haza a kórházból 2 éves koráig, annak 22 infekciója van, talán egy ilyen előadás is van, de ezt kitöröltem, mert hosszú lesz. Szóval, hogy
Az antineutrofil antitest vizsgálat sem szükséges, mert teljesen mindegy, hogy valakinek azért van neutropéniája, mert nem akar termelni, mert egy kisded azért neutropéniás, mert a domináns infekciói vírusinfekciók, nincsenek szüksége neutrofilre. Nagyon kevés neutrofil igénylő betegsége van, az utolsó az volt, amikor leesett a köldöke. És utána meg nem az van, hanem jönnek a vírusok, abszolút abban az irányban van eltolva, ezt mindannyian tanultuk, hogy a limfocitózis az a vérkép jellemzője, de akkor miért nem hisszük el, hogy az azt is jelentheti, hogy bizonyos gyerekek egyszerűen nem akarnak neutrofilt termelni. Nem is termelni, hanem nem kering a perifériájukon, a csontvelőjükben van, ezt majd mindjárt elmutatom. És nagyon fontos, hogy az ilyen gyerekeket, miután meggyőződtünk róla, hogy ez a bajuk, ezt nem tekintjük immunkompromittáltnak, és őket is, meg a szülőket is meg kell nyugtatni, és nem kell sehova sem menniük láz esetén. Itt egy rövid ábra arról, hogy hol vannak a neutrofilek a szervezetben, ne a számokat, az órákat, meg a kilókat jegyezzétek meg, vagy mi van rajta, hanem csak azt akarom mutatni, hogy a neutrofil keringő pool a szervezetben összesen 3%. Tehát az, hogy a vérképben mit látunk, ez egy olyan rossz ablak, hogy szinte csoda, hogy nézzük, mert semmit nem ad tájékoztatást arról, hogy mi van a csontvelőben, mi van a marginális pool, az a csontvelő kilöködés előtti állapota, meg mi az a szöveti pool, ami igazán számít, ami az infekciók szempontjából óriási tömegű sejtek lehetnek ott, ezt nem is tudják megbecsülni. Lényeg, azt akarom csak mondani, hogy olyan, mintha Magyarország autóparkjára abból következtetnénk, hogy milyen az autópályák forgalma. Tehát nem az autópályát kell nézni, és mikor nézzük vasárnap este, akkor nem lesz senki, vagy amikor kamion stoppan, akkor nem lesz rajta kamion, vagy amikor éppen áll a dugó. De ettől még ugyanannyi kocsi van Magyarországon, 6 millió, de hol dugó van, hol meg üresek az utak. Tehát ez nem az autópálya az igazi, vagy a legfontosabb, hanem hogy mi van a csontvelőben, és ez a fontos a csontvelő. De a kisdedkori neutropéniát még csak meg sem csontvelőzzük, mert annyira biztosak vagyunk benne. A felnőttek úgy tesznek különbséget, hogy megcsontvelőzik a betegeket. Itt a protokollnak az a része, ami azt mutatja, hogyha nincs semmi baja a véletlenül felfedezett neutropéniának, akkor ne csinálj semmit, hanem 3 havonta kontrolláld, és nincs vele más teendő. Nem neutropénia, de még ugyanehhez a szepszis témához tartozik, hogy ez splenektómia, és ezeket biztos ismertek, hogy be kell oltani őket, meg hány évig kapnak profilaxis a különböző indikációkkal. De amit el akarok mondani, hogy ez is lehet sürgősségi eset, mert a splenektómiásnak, ha jól van gondozva, akkor azt kell neki mondani, hogy minden láz sürgősségi osztály. Mert ő viszont nagyon érzékeny lehet a tokos infekciókra, és nem biztos, hogy az oltás hat, meg nem biztos, hogy benne van az a szerotípus az oltásban. Most is volt egy rettenetes esetünk, közös a Heinpál kórházzal, olyan pneumokokusza volt, nem volt benne az oltásban, és nem kapta meg ezt a pakidragot sem. Szóval, hogy elvileg úgy van, hogy van szabály a profilaxisra, ebben nem menjünk bele, de az a lényeg, hogy akár van profilaxis, akár nem, pakidragnak kell lenni a splenektomizált betegnél, ma is, Magyarországon is. És ez azt jelenti, hogy amikor lázas lesz, mindegy, hogy amúgy a tesó is taknyos volt, vagy meg lázas volt, meg itt most nem gondolkodunk, hanem beveszi azt, ami a pakidrag van, és utána megy a sürgősségi osztályra, vagy nem tudom, hívja a mentőt Magyarországon, mit tudom én, ez hogy működik. Most is volt egy beteg, akit repülőről szállítottunk így le, hogy még ott lázas lett a repülőn, és onnan bevették a gyógyszert, és felhívtak, hogy mi legyen. Aztán szerintem a Lászlóba be is jött. Utána már nem találkoztam velük, de nem lett komoly baja. Sok vaklárma van ezzel kapcsolatban nyilván, de az, ami akkor történik, hogyha nem veszik be, akkor az borzasztó. Az immundefektusokat röviden két csoportra osztanám. Az egyik ezek a B-sejtes immunhiányok, a CVID típusai, ezek azok, akik nem súlyos betegek, és ők nem igényelnek speciális ellátást. Azt szoktuk mondani, hogy annak van CVID-je, aki egy cipős dobozba hozza be a záróit. Ez tényleg így van, tehát nem viccelek, tehát tényleg nem tudják behozni már a sima gyűrűs mappák, vagy ezek a dossziék sem elegek, mert annyi zárójuk van, és ezt kitalálták, hogy a cipős doboz az majdnem A4-es méretű, és abba rakosgatják, és akkor így jön be. Egy cipős doboz az biztos, hogy annak cvidje van, mert akinek ennyi papírja van, de nem halt bele, az nem lesz T-sejt hiányos, és tehát nyilván azzal jön, hogy fertőzései voltak,
az egy B-sejtes immunjegy. Most mi ezt akkor immunglobulin szubstitúcióba részesítjük őket. Ők már eleve nem voltak súlyos betegségek, de innentől viszont normál populációnak számítanak. Tehát ha valaki azt lengeti, hogy őt vides, azt mondjuk nem kell nagyon komolyan venni. Most a koronavírus miatt minden nap 100-on telefonálnak, hogy ők cvidesek, és mi a teendő, semmi, most se. A másik oldalon viszont a kombinált immunhiányok, a cidek vagy szkidek, ők T-sejtes hiányok, és itt meg már nagyon nagy a baj, mert a T-sejtes immunhiány az olyan, mint a neutropénia, hogy kirúgtuk az immunrendszernek az egyik lábát, ráadásul itt most a tiszteknek a lábát, nem csak a katonáknak, és ez ráadásul nem is múlik el, mint a kemoterápia okozta neutropénia, úgyhogy nekik ugyanolyan komoly betegségeik és ugyanolyan ellátást igényelnek, mint a neutropéniások. Következő témánk az ITP. Itt egy olyan esetet szeretnék elmondani, amiben sokszor szerepelt mentő, intenzív osztály és műtét és anesztézia. Talán ebből a szempontból tanulságos. És sok intézet szerintem itt jelenlevők közül is sokan. Egy rövid elméleti ábra, hogy mi történik valamiért a trombocitán lévő antigén, az antigén prezentáló sejt bekebelezi, expresszálja és bemutatja a T-sejtnek, ezért az a T-sejt saját maga ellen képez egy antitestet, és elkezdi stimulál egy plazma, egy B-sejtet, és az átmegy plazma sejté, és akkor csinál olyan antitestet, ami a trombocitát fogja lekötni. Ugye ez egy teljesen önfenntartó folyamat, mert trombocitánk mindig van, ha adunk neki, akkor még több van, és azzal csak pörgetjük ezt a folyamatot, tehát egy igazi olyan autoimmun betegség, ami sok problémát tud okozni. Szerencsére gyerekkorban sokszor spontán reverzibilis, azért, mert a gyerekeknek nem olyan jó az immunrendszerük, nem olyan aktív és agresszív, mint a felnőtteknek. A felnőtteknek ez egy lifelong betegség lehet, gyerekeknél általában akut és hamar megoldódik. Ezért nem halnak meg a gyerekek a koronavírus fertőzésben sem egyébként, mert nincs immunrendszerük, vagy rossz az immunrendszerük, és azért fújnak kettőt az órukon, de nem lesz tőlük pneumonitiszük, mert a pneumonitis az már immunrendszer gyulladás most, ez a koronavírus. No, ez a beteg, ez a vidéki intézet, a szaggatott vonal azt jelenti az első vonalbeli kezelése az ITP-nek, a szaggatott vonal alatti pedig az összes többi próbálkozás. Hát nem sikerült sehogy sem. Az első ívig hatott, az összes többi kezelés az nem, és folyamatosan 10 alatti trombocita az összes létező készítményt, amit ők tudtak adni, azt adták neki, és ennek ellenére hetekig, vagy talán hónapokig tartó trombocitopéniában volt ez a gyerek. Végül az lett, hogy kialakult egy másik két sejtcsornak is a hipopláziája, tehát anémiás is, meg leukocitopéniás is lett, és akkor úgy van, hogy mi vagyunk mivel a transzplantáció az a páncitopénia, vagy a páncitopénia, vagy a transzplantáció megoldása, ennek mi vagyunk az országos központja, felhívtak, nyilván mondtuk, hogy fogadjuk, és ezekkel a gyanúkkal, hogy mielodisztázia, alpasztikus anémia, és akkor felküldték ezt a helikoptert, ezt azért írom, ez érdekelne, hogy ez mit szóltok, egyébként nem 10 alatti volt a trombocita száma, hanem nulla, hogy az miért jó ötlet valakit helikopterrel, vagy jobb ötlet valakit helikopterrel hozni. Ilyenkor, hogyha nullás a trombocita száma, vagy szóval mi a jobb, a 3 órát zögykölődni az úton, vagy repülni feled, mit tudom én, milyen légnyomásokon, vagy én nem tudom. Na, mindegy, ez légnyomás, ez nincs, annak az változtatni. Nem tudom, hát adjon. Nincs nagy légnyomás különbség? Ja, gondolom, hogy... Aha. És a helikopter vibrációja? Szóval semmi rossz. Hát a leesik, de a karambol. Aha, tehát ez egy jobb választás? Ezt nem véletlenül kérdezem, mert sok trombocitopéniás betegünk van, akit akkor hogyan szállítsál szülővel, mentővel, engeded, nem engeded, mikortól utazhatnak, nincs protokoll. Egyébként megnéztem a gyerek intenzív könyvet, nincs a légiszállítás és a hematológia kapcsolata természetesen. A légiszállítással? Vagy gyorsabban ott vagy? Uh-huh. Vagy máshogy szállítsd? Aha. Jó. Oké.
attól fél, előtte is hónapokig kórházban volt, utána is hónapokig kórház volt. Ah, igen. Na jó, oké, szóval megérkezett hozzánk egyből az intenzív osztályra, mert légzésérégtelensége volt. Hát így néz ki, akkor ezek a képek nem lesznek ugye, vagy fönt annyira. Mutatok pár képet, hogy hogy néz ki egy olyan ITP, akit mondjuk hetek óta nem tudsz sehogy sem szubszitálni. Az orrvérzés az csillapíthatatlan, tehát az folyamatosan dől. És hát mindenhol, ahol hozzáérsz, ez a hasa, ahol bele van vérezve. Most azokat én nem szedtem össze, Enikőnek van az előadásában egy nagyon részletes, hogy hány egység vérkészítmény, meg mit, de hát borzasztó, szóval rengeteg vérkészítmény. Ezek itt a vérnyomásmérő manzsettától kezdve az összes szúrás, meg beavatkozás keresztül. Hát mivel hozzánk küldték citopénia, akkor megcsontverőztük. De az általános ápatát az nem ez befolyásolta, nem a hematológia, már szóval nem a csontvelő és annak megfelelő hematológiai alapbetegség, hanem mi továbbra is ezt ITP-nek tartottuk, és annak ellenére, hogy több sejtsoros citopénia alakult ki, azokat mind szekundernek tartottuk, mert amikor valaki ennyi ideig kap tehát hogy immunszupresszáns kezelést, akkor az nem csak azokra az antitestekre, meg B-sejtekre, hanem mindenre hat. Tehát az akkor T-sejtre, B-sejtre, tehát hogyha visszamegyünk, kicsit messze kell visszamenni, de nézzétek ezt végig, hogy mennyi szteroid, mennyi IVIG, rituxi, arra nem kaptak engedélyt, de ezek mind immunszupresszáns kezelések. Hát nem csoda, hogy a végén ilyen limfopéniás lesz a beteg, hogy alig van neki CD4 T-helper száma, ez már az éces határ alatt van, tehát ő olyan immunkompromittált, mint egy éces vagy egy transzplantált beteg, holott még mindig csak ITP-s, csak egyszer annyi kezelés kapott itt, most már tőlünk is. És például ez a pneumónia, ami miatt gépen volt, ez a lavázs alapján egy kombinált CMV és pneumonitisnek bizonyult, tehát ezek mind tehát PCR-re kimutathatók voltak a tüdejéből, ami hát nyilván egy immunhiányt jelent, de nem azért, mert neki primer immunhiányos betegsége van. És akkor ott álltunk mi is, hogy lehetetlen meggyógyítani, legalábbis azokkal a konzervatívnak már nem nagyon nevezhető, de mondjuk az összes hematológiai fegyverünket bevetettük, és akkor az egyetlen lehetőségként a splenektómiát találtuk ebben az állapotban, ami hát a mi kórházunkban ugye nincs gyereksebészet, tehát ráadásul mást kellett erre rávennünk. Nem is tudom, hogy Gergő, te ott voltál-e akkor? Ott voltál, ugye? Megbeszélésen is ott voltál. Tehát a tűzoltóba Kovács Gábor vette át, és az ottani sebészekkel, meg anesztesekkel beszéltük ezt meg hát nyilván szülő szerencsére legalábbis együttműködő vagy megértő volt ebben kapcsolatban. Minden esetre úgy ment a műtőasztalra, hogy simán belehalhat. De nem láttunk más esélyt, mert minden más kilőttünk. Ez a műtéti előkészítés, tehát ezeket mind megkapta a műtét előtt, még az utolsó pillanatban. Továbbra is ITP-nek tartottuk, csak olyan hevesnek, amivel nem bírnak a gyógyszerek. És ott akkor óriási FFV trombocita, vörösvértest felkészüléssel, ez kicsit túlzásba is lett víve, tehát ilyen 16 egység vér, meg nem tudom mi volt már hány, 50 egység trombocita, ilyenek voltak előkészítve neki. Amit mi fontosnak tartottuk, az a Novoseven, hogy azt megbeszéltük, vele küldtük, meg előkészítettük. Gondoltam, beteszek egy mentős képet, ez itt az indulás pillanatai. És akkor ez csak egy ábra, de onnan vettük az egész ötletet egyébként, hogy a felnőttek, akiknek sokkal több ITP-jük van, és a végén nem bírják ezeket az immunszupresszív kezeléseket, ők sokkal hamarabb csinálnak splenektómiát, és azt mondják a felnőtt sebészek, illetve ennek kapcsán a felnőtt hematológusok is, hogy bemennek a műtőbe, és akkor az van, hogy elaltatja az altatóorvos, és akkor nagy levegő, és a sebész azt csinálja, hogy vág, töröl, vág, töröl, vág, töröl, szív, vág, töröl, szív, dől a vér mindenhol, és az a feladat, hogy minél előbb eljutni az artéria lianálisig, amit mit tudom én itt hol látunk. Mert ahogy odáig elérnek gyorsan, akkor azt mondja az egyik hematológus kollégám, aki látott ilyet, hogy amikor elkoherezik az artéria lianálist, akkor így, mint a kádban, amikor leeresztik a dugót, akkor így a hasüregben így lemegy a vér, hogy abban a pillanatban megszűnik a vérzés, mert a másodpercek alatt emelkedik a trombocita. Hiszen egész addig a csontvelő az nagyon gyors szerv, és az nagyon tud termelni, csak egy állandó háború volt, hogy minden, amit a csontvelő megterhelt, azt az antitestek elpusztították.
Úgyhogy ezt a leszorítós élményt akartam itt ábrázolni, amit én hallottam, és akkor én ezért erőltettem ezt a beavatkozást. No, a műtét után rögtön délután 100-as lett a trombocitája, vagy talán 170-es, és akkor az volt a megállapodás a tűzoltóval, hogy amint a műtét megvan, akkor visszajön hozzánk, tehát talán 2 nap múlva vissza is jött. Na, nálunk rögtön ez lett megint, hogy bocsánat, hogy 16-os lett újra a trombocitája, hogy ott voltunk meglőve, hogy akkor most mi van. Gondolkodtunk azon, hogy nem lehet az, hogy a műtét nyilván a trombocita miatt ilyen kapkodós lehetett, és esetleg egy járulékos lépben maradt, de ezt részben ezért csináltunk egy MR-t is, részben pedig a következő ábrán ezek a Howell Jolly testek ezek kizárják. Ez azt jelenti, ezek a vörösvértestekben levő magmaradványok, amiket a lép fagocitál ki a vörösvértestekből. Tehát, hogyha valakinek ilyen van a kenetében, ráadásul elég sok, akkor biztos, hogy nincs lépe. Tehát ez egy ilyen indirekt keresése a lépnek még akkor is, de az ember se látott semmit a hasban. A magyarázat az az, hogy a RES, amit most már nem RES-nek hívunk, hanem MPS-nek, hogy mononukleáris fagocita rendszer, azoknak az egyéb helyei átveszik a lép szerepét. Ezek nyirokcsomók, alveolusok, máj, ez egy csomó hely, de már nem tudnak, ezek nem arra vannak azért kitalálva, ezek ilyen járulékos RES-ek, és már nem lesznek olyan hatékonyak. Tehát ilyenkor azt kell csinálni, hogy folytatni a további kezelés, ugyanazokat a kezeléseket, és esetleg azok hatékonyak lesznek. Úgyhogy mi újra ráborítottuk az egész gyógyszerszekrényt ugyanúgy, és akkor hát itt következett egy most már azt mondhatom, hogy 2 éves utánkövetés, ami tényleg azt jelentette, hogy ha 20 fölött volt a trombi otthon volt, a 10 és 20 között, akkor ez nálunk a anya otthonban 10 alatti trombocitánál adtunk egy iviget, ami hatott neki, akkor sok szteroid, és akkor végül a gyerek az egyébként itt rejtőzik a polipban, addigra már. Hát ő a megoldás. Itt látjuk azt, amikor még látszanak rajta ugyanazok a vérzések, de már a szteroid talán jön le, hát hónapokról beszélünk, nyilván ez a talpraállás. Aztán itt a Demeter házban tanul, de még mindig látjuk a vérzéseket, látjátok, hogy azok, amikor már foci meccsre viszik, akkor a szülinapja van nálunk, ez már valami kontroll, ezt a tűzoltónak küldte ezt a szívecskét, ez is küldtem neki, és ez meg 2 hete volt. Most az osztályunkon, még mindig trombocitopéniás, tehát hogy még mindig az van, csak most már nem befolyásolja az életét, most már 100, ami nyilvánvaló, hogy meg lehetne operálni vele, de az még mindig tudjuk, hogy és még mindig kezeljük, még mindig revolédet kapsz, vagy eltrombokápágot kapsz szájon el. Na, ez volt a ITP. Akkor a stroke is... Nyilvánvalóan a stroke ellátása az nem hematológia, és az sürgősség, vagy az hozzátok tartozik. Ez is inkább egy ilyen hematológiai beteg és stroke és műtét, ti anesztézia kérdés lesz. Ez a kistányt ezt még az ág is húzta, mert nem elég, hogy a csecsemő korában egy komplex víciumon esett át, de még már 4 évesen kapott egy akut isémiás stroke-ot, ami azért 4 évesen mindenképp fura, újszülött korban van stroke, öreg korban van stroke, de ez a kisdett kor, ez teljesen furcsa. Amit mi találtunk, a szokatlan stroke-ot elküldik hozzánk trombofília vizsgálatokra, mi találtunk egy protrombi mutációt, hát ez egy ilyen 5-8-szoros trombózis kockázat, ami a felnőttek kiröhögnek, hogy az nem okoz stroke-ot az artériás oldalon, a trombofília, a gyerekkorban van adat róla, hogy a trombofília az artériás és vénás oldalon is okoz véravadási zavarokat, tehát igen, okozhat stroke-ot. De ami nagyobb találmány volt, az az MRN, a moja-moja betegség, és hát azt se felejtsük el, hogy a multiplex víciumokból még mindig nyitva voltak az ASD, VSD-i, tehát az is fölmerült, hogy az embolizálhatott esetleg. Ugye a moja-moja betegség az a füstöt jelent japánul, és erre az MR képre utal, hogy mintha valaki cigarettázna és fújna a füstöt, ez egy ilyen ér-újdon képződéssel járó, genetikailag prediszponált betegség. Valahogy szűkül, inkább először szűkülnek az erek, és akkor azok adják azt az ingert, hogy ér-újdon képződést kell valahol létrehozni. A gyerek be volt állítva, az előbb nem átszaladtunk rajta, de be volt állítva a Klexára meg Aspirinre, amikor elkezdték a kezelését, és akkor ez most már így otthon volt rehabilitáció alatt, amikor elérkezett a szülinapja. És a szülinapra a szülők azt gondolták ajándéknak, hogy aznap nem kap szurit, mert ez hát mégiscsak egy szülinapra szurit adni, az milyen dolog, és akkor
hát ment is vissza a szülőnapján a kórházba, mert egyetlen egy LMVH dózis kihagyása után recidív sztrókolt. Úgyhogy ezt megtanultuk ebből, hogy az LMVH kell, és azt is megtanultuk ebből, hogy az aszpirin önmagában nem elég, mert eközben terápiás aszpirin nem volt. Akkor, de ugye mi ragaszkodunk a protokollhoz, és a stroke protokoll az, hogy elkezded az LMVH stroke, LMVH aszpirin, de utána eldöntött, hogy mi volt az ok, hogy van-e kardiológiai ok, vagy a diszekció, vagy bármi egyéb, vagy pedig kriptogén a stroke, és akkor egyik esetben LMVH, hagyod másik esetben aszpirinen, de nem, nincs ilyen kombináció, hogy aszpirin LMVH tartósan. Megpróbáltuk elhagyni az aszpirint. Na akkor 5 nap múlva lettek tünetei, ami pontosan tudja a tankönyvet, mert ugye az van, hogy az aszpirin az irreverzibilisen gátolja azokat a trombocitákat, amik épp a vérben vannak akkor, amikor az aszpirinnek szintje van, azokhoz hozzákapcsolódnak, irreverzibilisen gátolja őket. És amikor elhagyod az aszpirint, akkor az új trombociták már nem kapnak gátlást, de a régiek azok ennyi idő alatt halnak meg, ugye a trombociták élet ideje az 5-10 nap, úgyhogy az 5. nap már körülbelül a fele lehetett meg az eredeti gátolt trombocitákban, és az új friss trombociták pedig megcsinálták a koagulációt, vagy az agglutinációt, és már is az artériás oldalon ott volt a hemi tünet. Úgyhogy hát ezt is megtanultuk, hogy mind a kettőre szüksége van. Jó, ezzel a két kezeléssel még a kardiológusok hajlandóak voltak bezárni a szívét, és akkor mi meg közben állandóan az LMVH-t monitorizálva azt vettük észre, hogy azt is, tehát teljesen jogos volt az egy kihagyás utáni stroke, mert ha csak kicsit kevesebb volt a szintje, már is legalábbis TI-i vagy zsibbadásos tünetei voltak, úgyhogy ezt folyamatosan emelni kellett a súlyához képest, itt most éveket ugrunk gyorsan. Most már egész nagy lány, úgyhogy lehet, hogy tíz évről beszélek összesen. Na most a betegség, milyen betegségről beszélek, nyilván nem a protromi mutációról, hanem a molyamolyáról, hogy abban mit lehet csinálni. Annak a természetes lefolyása az progresszió, és ekkor azt javasolták, hogy legyen egy műtétje, amire a pozitív válasz az 87%, tehát ez mindenképp egy ígéretes dolog egy ilyen betegségben, mert egyébként ez a elszűkülő, meg a molyamolyát kifejlesztő agyi keringés nyilván nem kedvez a kognitív funkcióknak, szóval egy folyamatos progresszív leépülés ez a betegség. De a megoldása meg igen egyszerű az idegsebészek szerint, mert talán van egy kép itt, hogy ilyen stenteket csinálnak az egyik érből a másikba, hogy ne érezze az ér, hogy szűk. Tehát, hogy valahogy kitágítják, belerakják. Kétféle módszer van. Ezt akkoriban elmagyarázták, most nem feltétlenül értem, de lényeg az, hogy elég komoly műtétről van szó, hogyha itt látjátok. De 87%-a az esélye arra, hogy pozitívan reagál. Ezt többször meg kell ismételni az élet során, ahogy nő a gyerek, meg nő az agya. És akkor itt vagyunk, hogy nem bírjuk eladni az LMVH-t, és nem bírjuk eladni az aszpirint. Na most ilyenkor mi legyen? Mert akkor dönthetünk, hogy mit akarunk, hogy sztrókot akarunk, ha elhagyjuk, vérzést akarunk, ha megoperáljuk, vagy pedig progressziót akarunk, hogyha nem operáljuk meg. Mert minden kombinációban van valami kockázat. Úgyhogy ez a Damoklész karja lebegett a fejünk fölött, de végül bevontunk mindenkit a sebésztől a felnőtt hematológuson keresztül is, és ez lett a megoldás. Részben nyilván nagyon egyéni az eset, de azért tartalmaz részleteket a felnőtt perioperatív véralvadásgátló protokollokból. Úgyhogy ez lett, hogy látjátok, hogy 50%-ra lementünk előző, meg aznap az LMVH-ban, és akkor a műtét napján nem kapott, de nem volt major vérzés, tehát a műtét követő nap visszakapta az 50%-ot, és az aszpirinből pedig egész az a mínusz egyedik napig 100%-os adagot kapott. Aznap reggel nem kapta be az aszpirint. A műtéthez adtunk trombocitát, az neki normális volt a trombocita száma, csak azok mind bénított trombociták voltak. Tehát a műtéthez beadtuk a trombit, és akkor az megcsinálta a közvetlen műtét utáni véralvadást, és akkor már a plusz első napon 100% aszpirint visszaadtunk neki. Jó kérdés lehet, hogy miért nem sztrókozott, amikor már szülinapon sztrókozott, meg zsibbad akkor, hogyha rossz az anti-tízá szintje, itt meg ezt is elvettük, meg az aszpirint is elvettük. Hát most lehet, hogy mázlink volt, lehet, hogy a műtét
akkor azt a koagulációs libikóka azért arra billent, hogy vérezni akart, és erre ez jó volt. Mindenesetre sikerült. Következő témánk, csontvedő elégtelenségek. Ez a Párdi a Bethesda kórházból van, ott egy közös betegünk, akit hát mondjuk úgy, hogy halottan vittek be a Bethesdába, vagy gondolom, hogy ezt az állapotot ezt lehet úgy nevezni, és ott egy új fejlesztés indult nála ezekben a részletekben, nem megyek bele, biztos ti jobban tudjátok. Én csak ezt szeretném kiemelni, hogy azért ez elég ramagy. Hello. Hogy az érkezéskor ez az egyetlen egy labor értékünk van, ami a strup, ez később zavarni is fog minket, mert ez az egyetlen hemoglobin és vérkép eredmény a diagnózishoz. De hát mondjuk 17-es hemoglobin az mindenképp alacsonynak számít, és gondolom a 22-es laktátot sem tartjátok egy életbiztosításnak. És hát ehhez képest egyébként jó vége lett a dolognak. Amit az intenzív ellátáson kívül tudunk mondani, hogy megkezdték már itt akkor az anamnézis felvételét, és hát nyilvánvaló, hogy hogy a sápadtság az nem ma keletkezett, tehát a 17-es hemoglobint azért látni lehet akkor is, hogyha amúgy egy fehér bőrű gyerekről van szó. Tehát ezt azért úgy észrevették, de hát persze első gyerek, az nem tűnt föl, hogy a házi orvosi rendelőben mi volt, azt nem tudom, hogy ott vagy nem mentek, nem tudom, elég bonyolult szülők, szóval hogy az is lehet, hogy nem sokat járt ott. Nem tudom, aznap végül is etetési nehézség miatt vitték kórházba. És akkor a Bethesdában megtörtént az alapstabilizáció, szerintem a keringés az visszajött, nyilván légzési elégtelen, vagy a gépen maradt, és vesepótló kezelésre is szükség volt. És akkor azt elkezdték talán a Bethesdába, de aztán átkerült az egyes gyerekklinikára, elsősorban ezzel az indikációval, hogy vesepótló kezelés, meg hát a további ellátás, mert ilyen betegségek merültek föl, hogy esetleg azért TTP jelenne, mert fragmentocitos trombocitopénia LDH van, hát ugye rögtön lehet mondani a kritikáját, hogy kinek nincs LDH-ja, aki meghalt, meg ki trombocitopénia. Szóval ez mind lehet egyszerűen a súlyos állapotnak a következménye, de hát akkor is ott van, mert akkor is sok citopéniája van, hipertrigliceridémia, ami nem tudom, hogy nem a parenterális táplálásból adódott, hogy ezt nem tudta feldolgozni. Mindenesetre egy csomó izgalmas betegség felmerült, azon túl, hogy szepszise volt, vagy legalábbis annak kezelték, vagy annak tartották, stb. És akkor végül mindent ott összetéve az egyes gyerekklinikán, Rajz professzor volt talán ővele kommunikáltunk a legtöbbet, ezt egy atipusos húsnak tartották, és elkezdték neki az ecolizumab kezelését. Igen, nem csak telt az idő, és nem akart kinőni a vérképe. Tehát, hogy egy ideig oké, hogy volt hemolízise, és legalábbis olyan paraméterek, hogy amik arra utaltak, hogy a rossz hemoglobin az fokozott vesztés, nem pedig termelési zavar, de aztán ez így szépen elcsitult, és megszűntek ezek a tünetek, nem jó lett a haptoglobinja, nem volt sose kumpsza, tehát szemlátta nem volt LDH-ja, bilirubinja, ezek szépen rendeződtek, tehát nem hemolizált, mégis olyan transfúzió dependens maradt, hogy ez nem volt magyarázható. Talán egy info itt lemaradt valahol, vagy én nem mondtam, de itt van, bocsánat, hogy amikor itt megcsontverőzték az egyes gyerekklinikán, akkor egy sejdús hiperplasztikus csontverőt találtak jó kiéréssel. Ez egy egészséges csontverő, ami arra reagál, hogy elveszett a hemoglobin valahol, vagy kifolyt, vagy szétesett, vagy hús van. Tehát teljesen jogos az, hogy ilyen betegségben gondolkodunk, és nem hematológiában, mert ez egy jól reagáló csontverő, minket is rettenetesen megvezetett aztán később. Végül, hogy az ecolizumab sem működött, küldték hozzánk újra csontverőzni, és akkor viszont már egy súlyos eritroid hipopláziát találtunk, tehát egy pure red cell apláziát, hogy azt a sejtsort egyszerűen nem termelte a gyerek. Ami, van olyan, hogy a csontverő kap egy olyan hipoxiás pofont, hogy nem termel semmit, de azért, hogy csak az eritroidot, az furcsa lenne. Úgyhogy mi már csontverő elégtelenségekben kezdtünk el gondolkodni, és hogyha valaki egy éves és csak vörös vértestet nem termel, akkor a Black Van Diamond anémia az első, ami eszünkbe jut. Sajnos nem láttuk még akkor fizikálisan a gyereket, pedig az is nagyon fontos, majd mindjárt mutatom, hogy miért.
Persze nem felelt meg minden kritériumnak, mert agyon volt már kezelve, meg szupportálva más dolgokkal, de kizárásos, nem kizárásos alapon, inkább, hogy mondjuk ezt ex-juvantibus elkezdtünk neki szteroidot adni, mert a Diamond Breath-en anémiára az hat, senki sem tudja miért. És ez meggyógyította. Tehát a szteroid, ezt most röviden mondhatom, hogy nem az lett, hogy 150-es hemoglobin és soha többé nem kell kórházba jönnie, de minden esetre egy élhető hemoglobinnal, transzfúzió nélkül él otthon a gyerek. És akkor kérdés volt, hogy na de akkor mi a baja, hogyan tovább? És genetikai vizsgálatot szerveztünk, amit nem fizetett a magyar állam, úgyhogy a szülőknek kellett kifizetnie Londonban, ha jól emlékszem, több 100 000 forintért, és elutasították a kérelmét, ez egy másik kérdés, de végül visszajött az, hogy megvan a Black Fan Diamond mutációja, úgyhogy ez volt a baja. Amit, ez nem ő, egy másik gyerek, mert tőle van engedélyem, hogy mutogathassam, ez egy másik Black Fan Diamond anémia, és itt pedig kettő egymás mellett. Ez azért, azt szokták mondani, hogy a Black Fan Diamond anémiások jobban hasonlítanak egymásra, mint a testvéreikre, mert nem tudom olyan szépen szindromatológiailag leírni, de azt úgy látom, hogy hasonlítanak egymásra, és ez a kis csaj is hasonlít rájuk, most már így utólag könnyű mondani, persze nyilván amikor holtan fekszik a tubus alatt, akkor ez nem olyan könnyű, de ennek talán az a tanúsága, hogy egy ilyen általán egy ilyen krónikus csontvelő elégtelenséges, azt hiszitek, hogy a hematológusok bugyraiban létező betegség csak egyszer csak beeshet a ügyeletben egy sima közkórháznak az ügyeletében 17-es hemoglobinnal, és akkor aztán minden megmozgatja az egész budapesti egészségügyet. No, mennyi időm van még? Mikor kezdtük? De 40-kor kezdtük, nem? Igen. Csak hogy mennyire legyek gyors. Akkor az obszervációról nem szeretnék sokat mondani, mert biztos, hogy sokkal jobban tudjátok, csak azt emelném ki, hogy a mi osztályunkon is emiatt talán más nem intenzív osztályon hogyan lehet az obszervációval operálni. Ugye nekünk az a feladatunk, hogy kiszűrjük az összes ott levő belgyógyászati beteg közül azt az egyet, aki rosszul van, és nem tudjuk, hogy ki ez. Tehát, hogyha tudnánk előre, hogy ki lesz rosszul, arra rátennénk egy monitort, és akkor azt majd nézi a monitor. De nem ez van, hanem fekszik 17 beteg, és akkor 17 monitorunk nincs, tehát valamilyen obszervációs rendszert ki kell találni. Ezek ki vannak függesztve mindenhol a nővéreknél. És akkor nálunk, és ezt a témát szeretném egy kicsit feszegetni, hogy hol vannak a nővéri kompetenciák, mert hogyha minden... Most nézzétek meg, hogyha minden határérték átlépéssel, pulzussal, vérnyomással, meg fájdalommal, meg lázcsillapítással, meg mindennel állandóan orvost kell hívogatni egy részben egy olyan osztályon, ahol sok beteg van, akár egy általános gyerekosztályon, vagy pedig egy olyan osztályon, ahol egy hematológia, mondjuk tűzoltó hematológia, ahol sok a beteg, de sok más osztály is van, és az ügyeletes nem biztos, hogy hematológus, aki ezt tudja. A hematológus lehet, hogy fel lehet hívni telefonon, vagy az onkológust, de akkor is az lehet, hogy onkológus lesz, nem hematológus. A transzplantációs osztályon pedig van három ügyeletes is a házban, egy gyerekügyeletes, egy felnőtt transzplantációs ügyeletes, meg egy gyerek intenzíves ügyeletes, de egyik sem gyerektranszplantációs orvos, tehát hogy pontosan ezzel a beteggel mi van, azt nem tudja. Szóval mi abba az irányba megyünk, és most szeretnénk egy ilyen protokollváltást is, meg ezt olvassuk máshol is, hogy egyre nagyobb kompetenciákat adnak a nővéreknek. Bizonyos szenáriók esetén ezt akarom csak röviden mondani, hogy ha ennyi a pulzus és lázas lesz, mit tudom, akkor adja be a tazocint. Tehát, hogy ezt leírod előre bizonyos kautélák mellett, és vagy mikor adhat lázcsillapítást, mikor furoszemidet, mikor folyadékot, stb. Ezeket bizonyos dolgokat át kell adni nővér hatáskörbe. Nem úgy, hogy aztán sose tud róla az orvos, csak az, hogy mondjuk megtörténik valami, akkor indíthassa el a nővér azt, ami már ki van írva betegnek a kemoterápia kezdete óta a lapjára, hogy láz esetén tazocin. És utána szóljon orvosnak, aki 3 óra múlva fog megérkezni, és elvesztettük a Golden Ort, és ha viszont a nővér beadta a tazocint, amit előre eldöntött a hematológus a beteg anamnézise alapján, akkor megnyertük. Ez nem fontos, hogy hogyan javultak a mi eredményeink. Igen, ez az orvos nélküli automatizmus, ez az, amit feszegetünk, és most a Gyerek Hematológiai Társaságnak mi szervezzük a
az éves konferenciát, és ez lesz a fő témánk, hogy ebben fogunk előállni. Ez a mi terápiás lapunk, ahol itt van például, egyelőre most ez szerepel, hogy orvosnak szólni, ha, és ezt akarjuk, ezeket a paramétereket, ez egy Excel tábla, és ezeket a paramétereket az Excel számolja egy, azt hiszem, a régi EPLS képletek alapján, de sokszor már nem az van, hogy szólnak nekünk, hanem cselekednek is. Itt egy olyan példa látszik az obszerváció, ami hát mondjuk egy belosztályhoz képest szoros, ez az óránkénti megfigyelés, és akkor az észre is van véve, hogy alacsonyabb a vérnyomás. Itt valószínűleg van két folyadékbólus, csak az nem látszik a lapon, két folyadékbólus próba, és akkor amikor a folyadékbólusra nem reagál, akkor itt megszűnik, az nem azt jelenti, hogy meghal, hanem hogy levittük az intenzív osztályra. Ezt egy nővér csinálta rólunk, mert mi hárman csináltuk az obszervációs protokollt, és akkor annyira idegesek voltak, mert minden változást olyan nehéz átvezetni, tudjátok, hogy ezt a gúnyrajzot kaptuk akkor. Röviden a csontvelő vizsgálatokról egy pár szó. Ez csak nagyon szép, azért raktam föl, hogy lássátok, hogy hogyan, vagy hát ezt tudjuk, hogy hogyan alakul a csont. Ez pedig egy olyan ábra, ahol látszik, hogy a csontvelőnek a különböző sejtjei, a neutrofil érés, hogyan kerül be a keringésbe, az eritroid érés, a megakariocita pedig ott fűződnek le az apró trombociták itt a csontvelői szinuszokba. Ez is egy nagyon szép ábra. Amit szeretnék mondani csontvelővizsgálatról, az az, hogy alapvetően a hátsó spína iliáka posterior superior az, amit csontvelővizsgálatra kitaláltak, és nem pedig az első, azt csak akkor kell használni, hogyha nem elérhető valamire a hátsó, valami égés vagy trauma vagy ilyesmi miatt, nem a sternum, ami mögött szívburok meg nagyerek vannak, és nem feltétlenül a tíbia, mert az esetek nagy részében nem aspirációra, hanem biopsziára van szükség, és arra a tíbia alkalmatlan. A tíbia az a sürgősségi csapatoknak az ügye. Nekünk általában a hátsó. A tibia nem elég, hogy nem biztosít elég anyagot is, de ugye még az is veszélyes, hogy beleszúrunk a növekedési polckorunkba, nekünk ide kéne szúrnunk, és persze úgy is van a céltábla, hogy tudjuk, hogy onnan el kell jönnünk egy picit, de ugye ide nem szabadna beszúrnunk. A sternumban meg látszik, hogy mennyi baj tudunk csinálni, hogyha átszakad. Erre konkrét példák vannak, nem csak a nemzetközi irodalomból, hanem budapesti kórházak gyerekei is haltak már meg sternum funkcióban. Úgy a felnőttek nem nagyon, mert nyilván egy felnőtt sternum az önmagában 1 centi alatta, fölötte a zsír már a tű nem ér el odáig. De egy 3 évesnek azért ez tud gondot okozni. Ez a kedvenc ábrám a csontvelővizsgálatokról. Miért hátulról kell szúrni? Nagyon szépen látszik. Egyrészt azért, mert ott van anyag, tehát ezt akarjuk kivenni, innen akarjuk kivenni. Szemben azzal, hogy nézzétek milyen vékony, és ott milyen nehéz eltalálni az elsőt. A másik, ami nagyon fontos ezen a képen, hogyha itt ketté vágjuk a képet, akkor azt látjuk, hogy ha hátulról szúrunk, akkor a betegnek a feléig beszúrhatunk úgy, hogy nem érünk semmiféle, nem hogy nem vitális, de még csak nem tudunk kárt okozni. A feléig elszúrhatok, és mivel úgy szúrok, hogy a másik kezemmel stabil oldalfekvésben van az altatott gyerek, és akkor a másik kezemmel az anterior spínát fogom, ezért nagyon pontos érzésem van arról, hogy mi a gyerek fele. És simán elmentek a felé. Ritkán kell elmenni a felé, de néha ijesztő mélyen van a tű, amikor nem tudod, hogy hol a zsír, meg a csont, meg ilyenek, akkor ez egy jó érzés, hogy a beteg feléig elmentek. És megjegyzem, még ha túlmegyek a beteg felén is, akkor is még csak az van, hogy bejutottam hátulról a retroperitoneumba úgy, hogy egy pogácsa szaggatót tolok magam előtt, ami oké, hogy éles, de mégsem egy tű, mégsem egy szike, és mégsem hadonászok vele, hanem esetleg eltolok valami hártyát, vagy peritoneumot, vagy egy beletodébb tolak, nem tudom, ott mi van pontosan. De még mindig nem olyan rettenetes, ugye az anesztesek szoktak poénkodni, hogy jön már a vizelet, meg ilyenek, de hát ez nem ott van természetesen. És nézzétek meg előről, pont fordítva, hogy előről arra kényszerít az anatómia, hogy úgy szúrjál, hogy a beteg közepe felé, tehát egy medián felé, és ezt senki nem meri, mert mitől fél? Attól, hogy ott van 1 centire, ott vannak a belek, 1 centire. Ezt nem is értem. Én úgy rettegtem, amikor erre tanítottak, hogy azt hittem, hogy soha nem leszek hematológus. És az volt a mázlim, hogy aztán átmentem egy másik helyre, ahol ezt megtanították. És ez a... Igen.
Egyébként ez a legkevésbé fájdalmas pont is, mert semmi izom, meg semmi működő dolog nem tapadott. Ugye így szúrunk izolálva. Igen, ez így. Nem így szúrunk. Oké, csontvelőr, ennyi. Ebből talán csak annyi az anesteziológiai mondani való, hogy léci, fogadjátok el, hogy hátulról kell szúrni, ha még sokkal egyszerűbb lenne nyilván a hanyat fekve altatni. Kanülökről egy pár szó, és akkor szerintem kész leszünk, hogy hematológiában ez a két kanül típus szokott szerepelni. A Hickman kanülnek ezt a tunelizált, de fixen beépített kanül verziót nevezzük, a portakatnak pedig, amikor a bőr alá be van rakva egy ilyen rezervoár, és akkor ha a tűt kiúztuk belőle, akkor tulajdonképpen intakta kültakaró, és nincs infekciós veszély. Így néz ki egy port, ugye kiszedve, így néz ki behelyezve, ennyi minden helyre lehet rakni, és különböző kezelésekhez, attól függ, mit akarunk, és milyen vérát használnak, vagy artériát a megfelelő kezelésekben, ennyiféle portot, egy lumenüt, két lumenüt szoktak használni. A port hozzáférése néha problémás. Ugye az az előnye, hogy az olyan blokkok között, amikor épp a gyereknek nincs semmi dolga, és nem citopéniás, akkor mehet fürödni a Balatonba is, akár mert semmi nincs. A Hickmannal meg az a hátrány, hogy otthon se zuhanyozhat, mert az otthoni vízben is pseudomonasz van. És akkor két éves kezelésről beszélünk, tehát két évig nem fürödhet. Most ettől még lemosdatják ügyesen, ezt nem mondom, csak hogy értitek a különbséget. Tehát ez nem egy kéthetes intenzív osztály, hanem egy két éves hematológiai kezelés. Na viszont amikor megérkezik, akkor a beszúrás az nyilván fertőtlenítés után ennek a tűnek a beszúrásával jár. Régen megcsináltuk azt is, hogy simán a szérum egyes tűvel, vagy a vékonyabb tűvel megszúrtuk a portot. Azért nem jó, mert nem tudom, hogy lesz-e kép, mindjárt mutatom. Itt van egy nagyon kínzott port, már egy milliószor meg van szúrva, az látszik, de ezeket úgy csinálják, hogy több ezerszer meg lehessen szúrni. És akkor azt akarom mutatni, de ki is lesz itt nagyítva, hogy nézzétek, teljesen más a tűnek a kiképzése, mint a normál tűnek, mert a normál tű az úgy van, hogy van egy csöved, és akkor azt levágják így, és lecsiszolják ék alakban, mert amikor te szúrsz egy vénát, akkor az a cél, hogy széttolja ilyen irányba is széttolja a bőrt, meg a szöveteket, és akkor viszonylag kis károkozással bejuss a vénába. Ugyanakkor, hogyha akárhogy is nézzük, az a tű, az egy icipici pogácsát, az elképzelhető, hogy kiszakít a bőrből, mert ugye a keresztmetszet az akkor is kör alakú, még hogyha az ék alak egy kicsit feszít is rajta. De most azt mi nem szeretnénk ezt a pogácsát beszaggatni, mert nyilvánvaló, hogy nem tudod tökéletesen, jó ez a betadinos fertőtlenítés, de nem sterilizálás, hanem csak csíra szemcsökkentés, és hogyha ezt állandóan belerakosgatjuk a betegeinkbe, akkor ebből szeptikus embolusok tudnak lenni hematológiai betegeknél, akik immunkompromittáltak, tehát nincsen védekező képesség. Ezért ilyen tűket gyártanak, hogy pont fordítva, ha látjátok, hogy innen van az ék alak, és a lyuk az így oldalt van, tehát az nem az feszíti szét, hanem szóval ez nem pogácsa szaggatóna, ez nem tud belőle darabot venni. Ráadásul, bocs, még azt kifejtettem a portnál, hogy a portnál nem csak bőr van, mert az még legalább a saját, hanem az a műanyag is, amit állandóan átszúrsz, és mondjuk állandóan műanyagot tolsz be a gyerekbe, mert megpróbálod visszaszívni, de hát nem biztos, hogy éppen maga a fecsibe lesz, és akkor állandóan abba toljuk. Szóval speciális portű, nyilvánvalóan a sürgősségi helyzetben meg lehet szúrni, hogyha ez a kérdés egy szárnyas tűvel, vagy egy szérum egyessel is nyugodtan, akkor hogyha a véna kell most, akkor nem ez a pogácsa a szempont. Szóval beszúrjuk, és az első kérdés, első lépés mindig a visszaszívás, aztán a kötözés. Minél kevesebbet manipuláljuk az ilyen kanülöket, mert nyilvánvaló ezek a manipulástól mennek tönkre, nem pedig attól, hogyha be vannak ültetve, csak úgy magukban, ez arra van, hogy otthon nyugodtan lehet sem viselni. Két fontos szempont az aszepszis és a feltöltés helyes technikája. Az egyik az a szepszis, nagyon sokan ülbe fertőződik, ez a 10-20%-os adat, ez nem is mi vagyunk, ez nemzetközi, szóval, hogy mindenhol azért elég gyakori a kórokozók, hogyha átnézzük, akkor mindig orr, torok, flóra, stb. Tehát egyértelmű, hogy a vagy a beteg, vagy az ápoló személyzetről kerülnek be. Mivel pont ebből következik, hogy azért ezek nem rettenetes kórokozók, ezért a kanülök jelentős része megmenthető,
antimikrobás kezeléssel, de azért cserélni akkor is egy új beavatkozás, és drága is, tehát vigyázni kell. A kanül kezeléssel kapcsolatban a legfontosabbnak tartom azt mondani, hogy sterilkesztyűbe kell kezelni a kanült, ezt sokszor intenzív osztályon sem így látja az ember, és de ha valamiért van sterilkesztyű, akkor biztos, hogy az van, hogy fölveszik a sterilkesztyűt, majd kinyomják a pumpát, hogy ne csipogjon meg a monitort, meg a, szóval ezeket állandóan végignézzük, és aztán csodálkozunk a 3 nap múlva kitenyésző ilyen kórokozom. És akkor még egy a feltöltésről, és szerintem ez az utolsó témánk, hogy azt mondják, hogy nem az számít, hogy mivel töltött föl, mert vannak a felnőtteknél ezek a heparin allergiások, szép nevén a hitesek, tehát hogy a heparin indukált a trombocitopéniások, akik nem kaphatnak heparint, tehát őnekik úgy van a hematológiai protokolljuk, hogy a centrális kanüljükhöz sosem szabad heparint használni, és akkor elkezdték fissóval feltölteni, és semmi különbség nem volt a heparinos feltölt, meg a citrátos, meg minden összes fifikás feltöltési módszerünk, és a só teljesen ugyanolyannak bizonyult, ezt gyerekeken is aztán megismételték, és például Lengyelországban, meg Csehországban, meg Szlovákiában fissóval teszik be a hematológiai betege gyerekeknek a kanüljét, és eljönnek a bátortáborba Magyarországra, és akkor akik oda járnak orvosok, tőlünk járnak páran, akkor mondják, hogy a magyarokat azt heparinnal kell átmosni, a izéknek meg jó a fissó, és sokkal jobb lenne nálunk is, de nem tudom, ezt a protokollt nem lehet meg ilyen könnyen megváltoztatni. Na, szóval nem azt számít, hogy mivel töltjük fel, hanem az, hogy hogyan. És azt kimutatták, hogy két nagy hiba van a Hickmannál is, meg a Pornál is. A Hickmannál mi? Az, hogy az a nyomás közben klipsz, ez azt jelenti, hogy a kanül lezárás az kétkezes művelet, mert mit szoktak csinálni? Benyomják a, mit tudom én mit, a 2 milli kónusz heparint benyomja az egyik kézzel, majd elengedi, és elklipszeli a másik kézzel. A kettő között mi történik? Egy másodperc szünet, ami alatt mi történik? A vérnyomásnak a 120 higany milliméterre pont annyit visszanyom a kanül végén a csőbe vért, hogy nem sokat, csak elég ennyit. Egy csepp só, bocsánat, az egy Hickmann kanülben 6 cm véroszlopot tud jelenteni, hogyha kiszámoljuk a különbséget. Jó, ez nem azt jelenti, hogy akkor ott egy 6 cm véralvadék keletkezik, mert nyilvánvaló, hogy az attól még az előtte levő sóval vagy heparinnal keveredik, és a koncentrációk kicsit jobbak lesznek, de mégis azzal, hogyha ha ezt csináljuk, hogy hagyunk egy szünetet a beadás és a benyomás és a klipsz elkattintása között, akkor már tettünk valamit a trombózisért. És ez evidencia, tehát tényleg így van. Ezért azt kell megtanulni mindenkinek, aki ilyennel foglalkozik, ilyen kanülökkel, hogy nyomás közben kell klipszelni, tehát ez kétkezes művelet, és sokkal nehezebb, mint gondolnátok, mert akkor is azt csinálod, ha két kézzel csinálod, akkor is azt csinálod, hogy benyomtam a 2 millit, most klipsz, akkor is szétválasztod a két mozdulatot. Tehát azt úgy tanítjuk a nővéreknek, hogy kezd el nyomni, és a bal kezed állítsa meg a jobbat. Tehát, hogy az még nyomja, és akkor állítsd meg, akkor biztos, hogy a végéig van az a só. És a másik téma meg a portoknak a megszúrása, ami vagyis nem a megszúrása, hanem a kihúzás, amikor tartós helyre, otthonra elküldjük, akkor az szokott lenni, hogy benyomják a heparint, és akkor minden rendben van, fertőtlenítik, és kihúzzák a portűt. Na most, ha kihúzod a portűt, akkor annak a térfogata, ami kívülről annak a fémnek a térfogata, az hirtelen ugye ki eltűnik onnan, vákum kerekezik, ami beszív ide ennyi vért. Tehát akkor úgy küldtük haza a gyereket 2 hétre, hogy már rögtön vért szívtunk ide. Amit, mit fogunk csinálni legközelebb, fordítva, megérkezik, mi az első dolgunk, megszúrjuk a portot, ami mit jelent, itt beadjuk ezt a térfogatot, ott kilökjük azt a térfogatot, tehát kötelező trombózis, hogyha az ott olyan volt. Nem lesz baja belőle, mert nem attól lesz trombózis a valakinek, hogy ilyenek repkednek benne, hanem az, hogy amikor az beáll a tüdőben, abban az elágazásban, ahol megakad, akkor ott propagál, vagy pedig feloldódik, ezen múlik a sorsa. Itt ez a kétkezes művelet van valahogy mutatva. Ez szerintem oké. És akkor ez az összefoglaló ábra, tulajdonképpen ezeket végignéztük, hogy a neutropéniás láz két típusú van, és nem szabad összekeverni a szplenektomiásnál, legyen pakidrag, ITP, sztrókosnál a műtéti izgalmakat beszéltük meg, újjáélesztés mögött krónikus betegség, és ezeket már beszéltük. Köszönöm szépen a figyelmet. A kedvenc ételünk természetesen.
Köszi.